Hoztak hozzám javítani egy ilyen tévéjátékot. Ilyen no-name vacak. Alapgép, egy kontroller, még egy kontroller, AV kábel, jackkel megy a gépbe, adapter, és egy pisztoly. A hiba pedig az, hogy ez a kontroller nem működik, és szemmel is látható, hogy mi a probléma vele. Itt a szigetelés, vagyis a külső szigetelés kitörött a termentesítőből, ami nem csoda, mert ez a kábel eléggé merev. És gondolom, itt van még szál megszakadt, és azért nem működik ez a kis kedves. Sőt, másik kontrollernél itt van a dugóból kezd kiszakadni. Ez is egyidővel meg fog szakadni. Erre valamit ki kell találnom. Méghozzá úgy, hogy valami rugalmasabb rögzítés legyen, ne ilyen direkt. Az az ötletem támadt, hogy egy kis megtakonyal megtámogatom a mi gépvezetékeket. Nagyon rondán néz ki, de ez enged némi elhajlás neki. Így ezzelben fog eltörni. Persze fog törni így is, mert egy vacak. De ez valamennyire enged hajlani, mert az eredeti kábelnél ez cseppet sem hajlik. Nem akarom nagyon rángatni, mert ez is el fog törni. Persze ezt túl lehetne gondolni, mert például ezek a kontroller csatlakozók, ezek pontosan ugyanolyanok, mint a régi sorosport. Ez a régi sorosportos egér. Itt a gép. Ez belemegy. Ezt használták annak idején is. Sima sorosportos csatlakozó. De hogy én ehhez most sorosportos vezetéket vagy szerelhető ajzatot szerezzek, semmi értelme. Annyit nem ér ez a vacak. Többek erre, mint lehet, ez a masina maga. Mondjuk a kontroller oldaláról a termentesítő hajlik, de ez elfordul, mert elfordul. Hát így már annyira nem. És a kamera hajlandó volna fókuszálni. Ott már fehér a szigetelés. Ez is el akar lassan törni. Az is eszembe jutott, hogyha ebbe a kontrollerbe ilyen könnyedén pörög ez a termentesítő, annak úgy jó vége nem lesz. Úgyhogy szétszedtem a másikat. Látszik, milyen gyönyörű szerkezet. És a termentesítőnek vannak szögletes oldala is, meg egy gömbö is. Ha ide rakok egy kis meleg taknyot, azzal én szépen ezt be tudom fixálni. Méghozzá jó pozícióba. És akkor ez mindjárt nem fog pörögni. Itt a másik belseje, az előbb nem mutattam. Sima gumiérintkezők, mint a távirányítókba, ott vannak alatt a kis műanyag gombok. Ez maga a panel, csak egy pacalici, meg az érintkezők. És itt szakadt meg kettő vezeték is, mérgetve a sárga és a fehér. És azt tudom csinálni, hogy ezt a termentesítőt megvágom, hogy menthető legyen, talán visszatom rakni. Itt kiforrasztom, rövidebbre vágom, vezetékeket visszaforrasztom, és akkor működni fog. Igaz, a kábel amúgy sem hosszú, és még rövidebb lesz, de más megoldás nincsen. És most jön a szívás rész. Nem volt ott a két vezetékhez szakadva, ahol én gondoltam, ahol a külső szigetelés tönkrement, hanem itt. Ebben vannak benne a fémérintkezők. Mindjárt meg is mutatom. Ilyenek. És azokhoz nem vezetett. Kitéptem belőle a két kábelt, ami nem volt kontaktban, és a vezetékek mindjárt vezetnek. Ez volt szarul összerakva. Az, hogy miért nem érintkezett maga a fémérintkező és a vezeték, azt nem tudom. De ha ki tudtam bele húzni a szállat, az már elmond sok mindent.
Úgyhogy most ezt javíthatom meg. A sárgát megforrasztottam. A pirosan látszik, hogy a vezetékre csak rá van húzva ez a fémérintkező, és rá van nyomva. Nagyrészt a szigetelésére, és benne a szálak csak úgy kandikálnak össze-vissza. Ez így rohadt stabil egy érintkezés. Úgyhogy azon gondolkozok, hogy az összeset széttépem és megforrasztom a fenébe. És akkor így biztos, hogy nem fog tönkremenni ez a csatlakozó többet. A tehermentesítőt kifúrtam 3-as fúróval, és visszatuszkoltam a vezetékkel. Megforrasztottam. Itt is, amit lehetett, megforrasztottam. Most csinálok egy gyors tesztet. És ha minden működik, akkor itt kicsi meleg takonnyal rögzítem ezeket az érintkezőket, mivel egyszer kihúztam, utána annyira nem ragadnak be a csatlakozóba. De ha működik, akkor gyorsan összerakom, amíg működik ez a vacak. Működik, úgyhogy itt is kis melegragasztóval rögzítettem vezetéket a törzsgátlóhoz, mert én tuszkoltam bele, nincs beragasztva, nehogy, ne eléggé szarul, de nehogy kicsusszon. Ahogy mondtam, oda is került egy kis melegragasztó, hogy az én kezük véletlenül se csúszanak vissza ki. Ezt a gépet nem akarom többet látni. Ez összemegy. Ezt is kicsit megragaszgatjuk. És mehet össze. Tudom, hogy ezek a kábel rögzítések undorítóak. Nyugodtan jöhetnek is a beszólások, de cseppet sem érnek el. Nem szépségversenyre készült, hanem hogy működjön, és működőképes is maradjon. Összeraktam mindent, és bele van dugva a megjavított kontroller. Ennek a csatlakozója volt szétmenve. Jó, szóval működik. És mutatok még egy érdekes dolgot. Ugye ez a gép, ez viszonylag modern. És vannak ezek a kazetták. Ezek viszont a régi Nintendo NES klónokhoz való, azt hiszem. A 90-es évekből. És ez a kütyű, ez kezeli. Ez Batman játék. És mutatok még valamit.
Mindjárt kicibálom a kazettát. És ugye van a pisztoly. Ez ahhoz a bizonyos kacsás játékhoz jó például. Nem tudom, van-e másik játék is hozzá. És ez sajnos nem működik. A hiba viszont nem a pisztolyban van. Most a tévéjátékot ráraktam egy hagyományos gépcsöves tévére. Pisztoly ugyanaz. És tudni kell, hogy a tévé az 50 Hz-es változsoros képet ad ki magából. A mai tévék nem így működnek. És mindjárt működik, potyognak a kacsák. A pisztolyban egy LED van, amit figyel valamint a képernyőn. A működését nem tudom, de egy biztos ez hagyományos képcsőke, hogy működjön a pisztoly. Meg hát ezt a kütyüt hiába viszonylag új tévéhez találták ki, hagyományos tévéhez. Itt is látszik, hogy mennyire ez, bár nem tudom mennyire látszik, sokkal szebb a kép egy hagyományos tévé, mint egy mai tévén. Mert a mai tévék elég vacakok kezelik az analóg videójelet. Ezért a játékért ennyit tudtam tenni. A gyerekek majd játszanak vele, amíg még működik.